Mondom én. Piastri volt belül elméletileg, miközben Viscal megpróbálja megelőzni Lirin Zenderit a futam győzelmi, és följön az első helyre Viscal! És bent tudja tartani az autót a pár, és ez egy teljesen szabályos előzés volt, Viscal! Megcsinálja a holland versenyző, Zendeli szerintem bealudt. Azt hitte, hogy itt már nem fog próbálkozni Viscal, hát de! A holland az élen. Nagyon kíváncsi lennék, hogy honnan alakult ki ez a lehetőség. Mert ebben biztos, hogy volt egy Zendeli hiba, viszont most még egyszer próbálkozhat Zendeli visszavenni a pozíciát. Milyen utolsó kör ez? Nyitott hátsó szárnyakkal Lirim Zendeli. Meg lesz-e neki a futam győzelem? Visszatámad Lirim Zendeli! És meg tudja tartani? Ott van belül! Igen! Övé a belső ív. És most ő belül. Lirim Zendeli lesz a belső. Viscalnak figyelnie kell. És Lirim Zendeli visszaveszi a vezető pozíciát Viscallal szemben. Picit le is törje, és aztán Viscal megint visszajön! Micsoda verseny! Viscal! Övé a futam győzelem! Hát ezt hogy szedte össze? És Lawson, figyelj, Lawson a végén Pusherrel. És ott volt még egy fotofinish, figyelj, és elveszíti Batman negyedik. Mi történt itt az utolsó körben? Te jó jég! Viscal mit csinált az utolsó két kanyarban? Hogy lehet ott külsőiben így elfordulni? Fogalmam sincs. De szerintem Zendeli sem érti. Bent Viscal megnyeri ezt a kaotikus utolsó körrel tarkított futamot. Óriási csatát vívtak ők Zendelivel, és amikor úgy tűnt, hogy Zendeli visszaveszi, akkor jött még egyszer Viscal. Good job, like really, really good. Thank you, that was amazing, thank you. Én lehet jobban megőrültem volna a Viscal helyében, a futó után. Hát szerintem ilyen Gasly-fél, ilyet nyomtam volna. Igen, egy percen keresztül. Óriási, hát nem is tudom elmondani, hogy mi történt, mert gyakorlatilag minden egyes kanyarban valaki más pilóta volt, jobb pozícióban. Szerintem szegény rendező se tudta, hogy most éppen mit mutasson hirtelennyével.